Sziasztok, kedvöském! Meggyógyultam. Aj, akkor a fű van, hogy már kaszálni kéne. Ez van. Na, hogy mutassak valamit. Egy döglődtem az ágyban, mik történtek. Nézzétek már. Ilyen szépek lettek a retkek. Viszont ott nagyon sok minden nő mellette. Ja, ide felhűs vetettem téli retket tegnap. Ja, tegnap már így köttem, de tegnap még csak egy ilyen 20 percet voltam kint. Máma kicsit többet. Máma már kemény 2 óra hosszát dolgoztam. Úgy leizzadtam, mint a dög. Mint hogy egész nap fát vágtam volna, úgy leizzadtam. Szóval én nem vagyok 100%-os, de már javulok. Már sokkal jobban vagyok. Hangom is visszajött, lehet megint ordítani. Németekkel. Nem azért. Na, nézzétek csak mit. Mit művészkedtem itten. Ha? Néztem ilyen videót, hogy lehet ezt befonni. Ez saját művem. Ilyen videó nem volt. Aztán próbálkoztam, na. Szóval az a baj, hogy ez inkább ilyen nád. Ennek az alja olyan kemény, hogy nem lehet befonni. Törik. Úgyhogy a teteje lett olyan, mint ahogy a fonáson. Ez volt az első próbálkozás. Ne nézzétek, ez lett az utolsó. Ezt már direkt úgy kezdtem el, hogy alulról kezdtem, és onnan kezdtem, ahol már kicsi levelesebb a dolog, kevésbé száras. Így jobban sikerült a fonás. Jó lett, nem? Na jó, elsőre. Na, sajnos nagyon nincsenek videók fent a YouTube-on, ilyesmiről hogyan lehet megoldani ezeket a fonásokat. Amúgy meg képzeljétek el, húzom fel reggel a csizmámat, aztán attól kint szoktunk ücsörni a padnál, ott szögdésel egy patkány. Hát mondom a jó édesanyádat. Úgyhogy raktam ki most izét. Itt van egy élvefogó csapda, patkány csapda, meg raktam ki még egy patkány csapdát. Szerintem itt el tud bújni. Meg ott is vannak olyan, már feltételeztem, hogy valami lakik itt. Már előtte is. Látjátok, ilyen épületek vannak, építkezések. De hát ezt majd rotával szétdúrom, ez terve van. De hát most egyelőre még nem vagyok olyan jól, hogy tudjak valamit csinálni. Sajnos van ilyen, mondtam az asszonynak, még a végén délek ezért kell macskát szerezni, de kintre nézzétek, az meg majdnem telerohant megint. Nem is volt annyi esély, vagy annyi esély volt, még én ott döglöttem bent. Ez az alma menta meg tök jó tejának. Szóval most, hogy betegek voltunk, kijöttem, hogy 3-szor szedtem belőle, és szárítottam le, de majd szedek még, szárítok belőle. Na, viszont hagyd mutassam már meg szépségek szépségét. Nézzétek, milyen szép kétszínű. Micsoda gyönyörű, nem? Csinálunk fényképet is. Marha szép. Múltkor már láttam ilyet a lilánál, de a lillától van ez is, úgyhogy mondom neki, hú, de szép, azt adtam én neked is ilyet. Na persze, de megették, azért kirágták. Erre fel itt vanni, virágzik. Feltettem a döglöteket, mert nagyon nagy szél van. Innen meg leszedjük a magokat, jó? Mert szükség lesz rá jövőre is ilyen szépséges virágot. Hogy nézzétek meg, marha szép. Az a szinkavalkád, jó lenne ebből, mit tudom én, sárga még, meg nem tudom milyen színek vannak. De marha szép színű, nem? A mélyecskék még itt vannak rajta. Marha szép színe van, nagyon tetszik.
Közben nézem, honnan lehetne leszedni virágot, nem is virágot, magot, honnan lehetne már magot szedni belőle. Ah, itt van sok mag, jó van. Viszem be szárítani, mert hát mondottam, az egerek szétzaválják a ezét. Nem a egerek, a pockok megeszik a, hogy hívják ját, a gyökérzetét. Még van sárga málna, innen látom. Zsebre teszem ezt a virágot, biztos szétszóródik. Na, most már ilyenek vannak. Leszedtem a két nagyot, bevittem teját csinálni. Mikor betegek voltunk, már nagyon kellett. Szükség volt rá, ez meg megint eldőlt. A szél viszi állam, nem tudom hová tegyem. Ha nincs a hely, már oda tudnám tenni, akkor a rohadt szelek annak állandó jelleggel felborogatja. Nézd meg, a banántot is felborította. Hát szóval, marha egyezék vannak idők. Bár ennek nem sokára be kell menni. Jönnek a szaridők, be kell vinni. Milyen szép lett a kisfa, jó megnőtt. Na, itt láttam az előbb valahol sárga, sárgát. Na már, meg láttam, hogy valahol lóg a finom sárga termése. Hát majd csinálok neki egy rendes izét, amire tudjátok, fel lehet kötni állványt ennek is. Hát nem tudom, nem tudom hová tegyem. Azt már ugye mondtam, hogy meg lesz változtatva itt. Ez itt csak gyümölcsös lesz. Jó, még jövőre lesz itt kert, de át lesz változtatva ez gyümölcsösre itt. És... na mi van? Szóval átváltoztatom gyümölcsössé. Ezt itten, mint már látjátok, amúgy is már sok kisfa van itt. Úgyhogy az lesz a lényege, hogy a kertet kiköltöztetem innen. Na nézzük! Hát legyenre rakni a kamerát, igazság szerint. Ott van még egy. Ezt próbálom szétszintálni. Na most az a jó, hogy még semmiféle állat nem kezdett bele, úgyhogy meg lesz a vetőmag, nézzétek csak, meg lesz a vetőmag, örülök neki, ez az egyik, tehát ennyi lett, szóval amit vetettem kukoricát, a két csövet lehetett levenni, úgy voltam vele, ha csak két cső van, nem eszem meg, meghagyom magnak, na. Aztán ebből is kell szedni magot. Nagyon jó. Hát, paprik, nézzétek meg. Rengeteg paprikám érik befele, még főleg most nem voltam kint. Ott van a kedvenc kis paprikám. Hová tegyem már? Na, évek óta betegedtem vissza, és jaj, bocsánat, már majdnem elestem. Imádom ezt a kis paprikát. Nagyon, nagyon jó, évek óta. Tudjátok, honnan indult ez? Osztrákba egyszer télen az asszony vett ilyen izét, ilyen paprikát, ilyen finom paprikát izékkor. Télen valamikor karácsony környékén azt mondta, hogy olasz bio paprika. Mondom, nézzük meg, hogy hátra, mert annyira tetszett a paprika. Mondom, nézzük meg, hát ha jó a magja. És elvetettem, és tök jó lett, és azóta rengeteg embernek adtam ebből már magot. Nagyon sok embernél termett újra. Nagyon jó, szóval a paprika, kimondottan a paprika, a nasi, nagyon jó lett az idén. Meg a virágok. Hát a virágok azok, tudjátok, általában. És zsebre vágom majd oda bent. Nem válogatom ki. Tudjátok, megy minden egyre helyre. A paprikát, virágmagot, mindent beraktam egy helyre.
Most odabent kiválogatom, de hát nagyjából majd kiválogatom magukat. Tudjátok, megszáradtak odabent, leülök, és akkor tegnap is válogattam már magukat. Mondom, kicsit jobban voltam, aztán meg lehetett csinálni pár dolgot. Ennek a picinek a magjából is vinni kell. Ezt izéttől kaptam. Szerbélye anyukámtól kaptam. Ennek ebből is viszek be. Nagyon jó, imádni való kis izé. Virág, én nagyon szeretem mindenféle fajtát ezekből. Jövőre úgyis megpróbálom megint, tudjátok. Jó, tetszik nekem időjárás, meg minden Magyarország itt, de a kert még nem jutott el a környékére se annak, amit én szeretnék. Tudjátok, olyan, mint osztrákban volt. Az a rengeteg virág még nagyon messze állok attól, hogy az a rengeteg virág, ami nekem volt mindig a kertbe, büdöskéből kicsi, nagy, alacsonyabb, magasabb, mindenféle fajta. Szóval nagyon messze állok én attól. Ennek is leszettem az egyiknek a magját, ami sokáig ott volt az asztalon. Hát, nézzétek már. Ha kicsit hamarabb csináltam volna, még lett volna uborkám. Tehát, na, kicsit hamarabb kellett volna. Mondottam, itt meg lesz változtatva minden. Ezzel nem foglalkozok. Ne is hozzon ide nekem senki ilyen csajot ét még egyszer. Elég volt belőle. Nem, van amivel érdemes foglalkozni, van amivel meg nem érdemes foglalkozni. Hát evel nem érdemes. Csajot éval nem érdemes. Üzé kéne nekem. Taspolyából kéne még egy pár fajta. Ez azt hiszem a német. Mispel? Melyik mispel ez? Melyik fajta? Ha meg nem tudom mondani nektek, jó drága volt, mi? 32 euró. Nem tudom, melyik fajta így. Nem bírom elolvasni, az a helyzet. De szerintem az a német fajta volt. Mispel German? Szóval német. Kell még a holland óriásból, meg a szentesiből is szeretnék. Azt, ami történt itt. Ó, az öreg fa darabokban van. Megint letört egy nagy ága. Szegény fa. Ez a mostani nyár nagyon odabaszott neki. Nagyon sok darabja letört. Az is le fog törni, már látszik. Pedig szép öreg fa. Ez nem. Ez annyira nem, de van elég sok gaj letörve. Na, azt remélem különben, hogy jövő tavasszal virágzik a somom. Láttam egy ilyen, na nem tudom, azt mondják rá, hogy egy nagyon ismert somfa Magyarországon. Ilyen vagy somfajta és fa. Nagykőrös környékén valahol ott lehet kapni. Vagy Szeged, nem is tudom, Nagykőrösen, ja. Akartam vetetni, de aztán át úgy voltam vele, nem tudom, 16 ezer forint vagy valami ilyesmi. Nagyon drága. Szóval én is drágán vásárolok fákat osztrákba, de megbízható, ismerem őket, tudom, hogy milyenek. Tudom, hogy jók. De na, nem tudom, azért majd 50 euróért még osztrákba se veszek fát. Nagyon-nagyon drágának tartom a dolgot. Nagyon drágának. tényleg nem lesz belőle semmi. Tényleg nem eszek az idén egy szálat se. A saját tomból. Semmit. Na, ennek meg még nem lát. Jaj, lesz már lassan magja. De jó, mert eddig nem látom magját. Ismeritek ezt a pici fajtát? Nagyon-nagyon pici.
Nagyon jól néz ki, nagyon aranyos. Na, de ezek a virágok gyönyörűek. Na, azt kell mondani, tényleg gyönyörűek. Szedjünk ebből is egy kis magot. Hát ez már jó kiszórta. Már jó kiszórta, lesz ebből jövőre is itten bőven szerintem. Ja, kiszórja a magját. Lesz belőle bőven. Itt van az óriás. Szedjünk belőle ebből is. Ebből is kell, az óriásból is. Itt ott már lehet letörni a magjából. Jó lesz ez. Azt mondta az asszony, hogy nem maradja sokáig kint. Hát ez nem sokáig van, de azért szedegetek egy kicsit. Ebből is, abból is. Szétnézzünk egy kicsikét. Jaj. Kezdek fáradni azért. Hát, az sajnos egy ilyen betegség nagyon le tudja gyűrni az embert. Ó, van egy kis málna. Tegnap meg földjépre tettem. Jaj, oda nézzetek, menj onnan. Beérett az egyetlen egy fügém. Haszta neki. Egyetlen egy szál fügém érett be. Fú, ez milyen már. Az egész bokorról. Legalább nem mondhatom, hogy egy szemet se ettem. Egy szemet se. Hát most már egy szemet eszek. Nem baj, majd beindulnak, egyre nagyobbak lesznek, egyre jobbak, egyre szebbek. Jó lesz az, ugye? Bízni kell benne, és jó lesz. Oda nézzetek. Még van mindig. Ha fel lenne kötve, és fel lesz kötve jövőre, szépen, akkor óha, jó lesz ez. Nagyon, nézed, már virágzik tovább. Hát ez csodálatos, he. Ez a málna, ott mi van a málna. Ó, már leesett olyan érett. Nagyon jó ez a málna. Nagyon jó. Na, Tamás barátom azt mondta, ő már megmetszette. Hú, nekem is kéne. Hát de nem most. Én ezt tavaszra hagyom. Szóval én nem foglalkozok ezzel ilyenkor. Hanem meghagyom tavaszra. Bár húha. Szóval lesz itt azért egy kis írtás, már látom. Abból is, meg ebből is, meg hát ez nagyon sok rajta a száraz. Úgyhogy lesz mit metszeni. Na, figyeljátok, azon gondolkoztam még, hogy hozok kettő darab, hogy hívják, pisztáciafát. És gondolkoztam, hová tenyem, de ajánlott döntöttem ide. De hát az is 65 000, kettő, egy a termő belőle, a másik a fiú. Jó, persze, befektetés, meg minden, de... Hát, megtérül. Mikorra térül ez meg? Mikor? És hogyha kimegy, azon is gondolkozni kell ám, hogy a fiú kimegy, vagy a lány kimegy, tudjátok. Nem minden mindig 100%-os. Lehetséges, hogy kimegy a francba. És szállat nem eszünk róla. Akkor, hát én sajnálok kiadni 65 000 forintot. Szóval, mikor még kint voltam Osztrákban, sokszor jött a pofázás, hogy ja persze, mert megteheted, neked van elég mit aprítani, meg minden. Igazság szerint most többet lehetne aprítani, mert olcsóban élek, mint Osztrákban. De nem, én sajnálom. De mert van mire költeni, nem azt mondom. Hiába élünk olcsóbban, mint Osztrákban. Költeni van mire. Szóval,
van bőven mire költeni, mert ház sincs még teljesen kész. Szóval a tetőt is meg kell majd valamikor csináltatni. Szóval nem tudom. Inkább veszek banánfát, amit terem. Bár mondom, hát azt is át kell teleltetni, meg jó helyre kell rakni, meg most hiába mondják azt, hogy termő banánfa, tudjátok, átteleltetni banánt, a citrust, mindent, akkor lehetne a legjobban, ha elég meleg van nekik, olyan 10-15 fok, télen is mindig, és elég fény. Szóval nem tudod biztosítani elég fényt, akkor az egész nem ér semmit szerintem. És egy olyan úgy megcsinálni, hogy jó legyen. Szóval az üvegház az perfekt lenne, de az a baj, hogy kicsi, tudjátok. Nincs elég szellőzése arra, hogy télen ugyanúgy, hogyha mit tudom, van 10 fok meleg, és ott beindul a napsütés, akkor az úgy felhevül, hogy pillanatok alatt 30 fok van bent, az pedig nem jó a citrusnak. Az akkora ingazodás, hogy 30 fok, 40 fok, lemegy megint mínusz 5-re. Ez nem. Nem jó. Nem tudom. Szóval inkább megcsinálni egy olyan izét, olyan helyet, ahol mit tudom én. Azon, hogy gondolkoztam, mondtam az asszonynak is, végül is az lenne még egy jó megoldás, hogyha a tetőt megjavítom, és úgy csinálom meg a tetőt, ahogy mondtam, hogy átlátszó tetőt teszek rá, és kijebb hozom, hogy az első része itt elől, ez is átlátszó legyen. Talán még csinálok egy előkeret is, ahol tudok mókolni, de be van csinálva, hogy a melegben maradjon. Azt mondta az asszonynak, mi lenne, ha elhoznánk a fűtést, lekapcsoltatnánk a fűtést, és kihozzuk a fűtést innen, és végig, persze idekint le kell szigetelni marhára, és egy nagy hűtőradiátort beteszünk oda a helybe, amit megcsináltam magamnak. És persze nem gázzal fűtünk, akkor nem fűtenék oda bent, de ha fával fűtök, akkor meg ki lenne végre egyenlítve úgy a fűtés, hogy ne legyen túl nagy. Mert sűrűn van az, hogy fával fűtök, és túl meleg lesz a kazán. És akkor kiegyenlítődne, mert akkor levennék róla annyi hőt, amennyit igazság szerint kell. Na, szóval ilyesmin gondolkozok. Hogy gyűjtögetek közben itt magokat. Jobban vagyok, sokkal jobban vagyok, de ezt a patkányt meg kell fognom, eddig itt rohangálszik. Na jó van. Ide is mit csináltam? Nem is tudom, vetettem valamit. Kis virágémet mutattam, ugye sárga virágocskákat. Egy kicsikét kiganéztem zsáját. Elfelejtettem, pedig a múltkor és tavasz ősszel ültettem a zsáját. Valaki kérdezte, nincs zsájád? No, nincs. De hát hogyne lenne, ha most ültettem nemrég. Na. Aztán még mindig nem volt túl hideg. Túl meleg se. Ezekben megmondtam az lukakba, az összes ilyen lukba, ami üres. Raktam bele téli epret, nem téli epret, téli retket, hülye vagy, mondnám ki rendesen, téli retket. Ja, ezek is olyan jók, nem tudom, halljátok, tényleg, még nem volt mindig, de én ezeket megvásároltam tavasszal, piciket megvettem, tök jó volt. Azt hittem lesz magja, hogy majd összeszedem, de nincs magja. Duggatni kellett volna, de átteleltetni, ez már megint macerás. Ez biztos, hogy duggatással most kéne szaporítani valamikor. Tehát mit csinálj, hol teleltessem át?
Ez kéne. De jó volt ez a balipini. Ahogy vissza sírom. Gyerekek, én úgyis vissza sírom azt a balipinit. Hát semmi más nem hiányzik nekem osztrákból, már csak az a rohadt balipini. Hát az annyira jó volt. De itt nem lehet megcsinálni. Egyszerűen annyira magasan van a víz, hogy nem lehet megcsinálni. Csak akkor, ha mit terem én kibetonozná az ember. Az meg ki a franc akar annyit dolgozni. Na jó, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!